köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Megelőzheti a kémény tizek, idén már 16 volt belőlük Tolnában. Építették a helyi közösséget, megtartott egyik legnagyobb rendezvényét a Szekszárd újvárosi római katolikus társaskört. Falunap Kakasdon minden korosztály talált magának való programot. Jótékonysági sárkányhajósnak Tolnán gyerekeket segítenek a befolyó támogatásból. Idén már tucatnál is több esetben okozott tüzet nem rendben tartott kémény Tolna vármegyében. Pedig a kéményseprése a lakosság számára ingyenes. A munka során a szakemberek tanácsot is adnak, miként lenne érdemes a rendszert működtetni, esetleg felújítani. Még tombol a nyári kánikula, de napról napra közelebb az időszak, amikor újra el kell indítani a lakások fűtéseit. Ez pedig veszélyes lehet, ha a szakemberek előzetesen nem nézték át a kéményt és az elvezető rendszert. A szolgáltatás évek óta ingyenesen érhető el a lakosság számára. Fizetni csak akkor kell, ha az ingatlanba egy cég is be van jelentve. A vizsgálatot kérni kell telefonon a 1818-as számon, online a katasztrófavédelem honlapján, vagy személyesen a szekszárdi tűzoltóság Mikes utcai telephelyén. Sokszor a tulajdonos úgy gondolja, hogy az a kémény már ott volt akkor, amikor ő megvette a házat adott esetben, de a jogszabály azt fogalmazza meg, hogy a kéményeket legalább 30 évente fölül kell vizsgálni, és újra a jogszabályban, érvényben levő jogszabálynak megfelelően átépíteni, vagy átalakítani. Erre megvannak a lehetőségek, kéménybérelések, új kémények építése. Ebben mindben tudunk segíteni, szaktanácsadással természetesen, hogy melyik, nem azt mondom, hogy jogosult, tehát melyik érett meg arra, hogy ki kéne váltani azt a kéményt. A legnagyobb gond az öregházakkal van. Régebben ugyanis gyakorta használtak fagerendákat a kémények közvetlen közelében, de az ebből az anyagból készült takaróburkolatok sem ritkák, ezek pedig könnyen okozhatnak tüzet. Régen egy cserepet raktak mellé, amit besároztak, az ugye az idők során onnan elkopott, letöredezett, és ez a legnagyobb veszély, mert ezt nem lehet látni. Hát sok esetben csak kikövetkeztetni tudjuk, ugye megvannak rá a módszerek, hogy ezt hogy lehet látni, ezt a kéményseprőink tudják, és föl tudják világosítani a tulajdonost arra. Tolna vármegyében egyébként idén eddig 16 kéménytűz miatt vonultak a tűzoltók. Szeptember 11-ig kérhetik a szülők gyermekeiknek az ingyenes HPV elleni védőoltást, mondta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi osztályvezetője. Molnár Zsuzsanna arról beszélt, hogy a szülőknek írásban kell kérvényezniük a vakcinát. A kitöltött aláírt nyilatkozatok leadási határideje szeptember 11-e. Megjegyezte, hogy Magyarországon átlagosan a lányok 80%-a kapta meg az oltást évente, míg 2020-tól a fiúk 68%-a. A szakértő kifejtette, a fertőzés szinte minden embert érint, így nők és férfiak is átesnek rajta legalább egyszer életük során. A daganatos betegségek kialakulásának 5-6%-áért ez a vírus felelős. Megtartották az egyik legnagyobb éves rendezvényüket a Szekszárd újvárosi római katolikus társaskör tagjai. Az augusztus 20-ához kapcsolódó programon közel 200-an vettek részt. Régi hagyomány, hogy a Szekszárd újvárosi római katolikus társaskör tagjai augusztus 20-án együtt ünnepelnek a Szent István házban. Idén sem volt ez másként, az új kenyér megszegését követően a szintén már hagyományos Horváth Károly Esperes díjat adták át, ezúttal dr. Tóth Gyulának. Mindig jól éreztem magam, ez a mai nap is így volt. Ezt a kitüntetést én nem akarom értékelni, ez nem az én tisztem, de nagyon megtisztelés, megható, hogy ezt a kitüntetést megkaptam. Gyurkovics János, a társaskör világi elnöke azt mondta, örül, hogy a rendezvényeiken rengetegen jelennek meg minden alkalommal. Nincsenek viszont ők sem könnyű helyzetben, mert a tagjaik között alig vannak fiatalok. Ahogy a generációváltások zajlanak, történnek, a fiataloknak a bevonása már ebbe a jellegű működésbe már nagyon-nagyon nehéz, szinte elképzelhetetlen. Globalizálódott a világ, gyakorlatilag a hagyományápolás egyre jobban háttérbe szorul. Az augusztus 20-ai program közös ebéddel, majd beszélgetéssel zárult. Augusztus végéig várja a jelentkezőket a Magyar Honvédség az önkéntes katonai szolgálatra, közölte a Honvédelmi Minisztérium.
Azt írták, a programra azoknak a fiataloknak a jelentkezését várják, akiknek ebben az évben nem sikerült bekerülniük a felsőoktatásba, vagy kénytelenek elhalasztani tanulmányaikat. Hozzátették, azok, akik fél évet töltenek el valamelyik területvédelmi alakulatnál lövészfelkészítésen, 16 plusz pontot szerezhetnek a következő évi egyetemi felvételihez. A résztvevők a második hónap végén dönthetnek úgy is, hogy átmennek speciális szakkiképzésre. Ennek teljesítése esetén 6 hónap után 32 pont jár. Aki további fél évig folytatja a szakkiképzést, az garantáltan 64 plusz pontot kap, így akár 500-nál is több ponttal jelentkezhet a következő felsőoktatási felvételi eljárásban. A minisztérium tájékoztatása szerint a program felvételi követelménye egy egyszerűsített egészségügyi és pszichológiai vizsgálat. Annak azonban, aki a második hónap után szakkiképzést választ, például harckocsizó vagy búvárképzést, a magasabb szintű alkalmassági vizsgálatokon is meg kell felelnie. 2-szer már eltiltották a vezetéstől, 3-szor is volánhoz ült. Ez év áprilisában és júliusában is eltiltották a medinai férfit, akit most fogtak el. Augusztusban a rendőrök elsőként Szekszárdon igazoltatták. Akkor áprilisban tiltották el a járművezetéstől 4 hónapra, majd júliustól további 5 hónapra. Mindkét esetben előállították a tettenért sofőrt és gyanúsítottként hallgatták ki, amely során beismerő vallomást tett, írja közleményében a rendőrség. 2023. augusztus 10-én késő este viszont újból igazoltatták a 31 éves férfit, amikor az M9-es autóton közlekedett személygépjárművével. A rendőrök a jogsértőt előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették és javaslatot tettek bíróság elé állítására. A hagyományokhoz híve mindig az augusztus 20-ához legközelebb eső napon rendezik meg a Kakasdi falunapot. Ez idén sem történt másként, a programoknak ezúttal a helyi sportpálya adott otthont, ahol még egy meccset is végigizgulhattak a szurkolók. Muzsikaszó mellett főtt a pörkölt Kakasdon, a községben ugyanis megrendezték a hagyományos falunapot, amelynek ezúttal a helyi sportpálya adott otthont. Az ugrálóvár és számos játék mellett a gyerekeknek habpartival is kedveskedtek a szervezők. Sok embert megismersz, meg a barátaid eljönnek, és sokan játszanak így együtt. Nem csak gasztronómiai, hanem kulturális és sportprogramok is színesítették a rendezvényt. A nap most már kisütött és élvezték, nagyon sokan eljöttek, és a nap igazából a sport szerelmeseinek kedvez, hiszen foci meccs lesz a délután további részében, aztán este pedig ballal zárunk. A polgármester szerint a helyiek minden évben izgatottan várják a programot. Mindig készülnek, hiszen nem csak sportolunk ezen a napon, hanem főzünk is, és ez egy nagyon jó közösségi esemény a településen, összehozza a kicsiket, a nagyokat, különböző civil szervezeteket és a falu apraja nagyját. Egy biztos, a Kakasdi falunapon minden korosztály talált magának való elfoglaltságot, a labdarúgás szerelmesei pedig egy izgalmas meccset is végigizgulhattak. Jótékonysági sárkányhajós napot tartanak hétvégén Tolnán. A szervezők a helyi családsegítő központ ügyfeleit támogatják majd a befolyó támogatásokból. Jótékonysági nap keretében ismerhetjük meg a sárkányhajózás izgalmait augusztus 27-én vasárnap a Tolnai Holtágnál. Ez egy olyan 12,5 méter hosszú kenu típusú hajó, melyet elől sárkányfej, hátul pedig sárkányfarok díszít. Finkné Szabó Ildikó, a Lapátolna Sárkányhajó Klub elnöke elmondta, hogy egyesületük 2006-ban alakult meg, ahova szívesen fogadnak új tagokat, akik kedvet éreznek magukban eme különleges sport megismerésére. A kilátogatókat arra szeretnénk kérni, hogy egy doboz, egy cipős doboznyi tartós élelmiszerrel, használt jó állapotú ruhákkal, iskolaszerekkel, játékokkal jöjjenek, amit a Családsegítő Központ közreműködésével szeretnénk eljuttatni arra rászorulóknak. Én úgy gondolom, sajnos elég sokan vannak. Innen jött az ötlet, hogy cserébe azért mi készülnénk programokkal, sárkányhajózással, és egész napos programmal. A szervezők színes programokkal készülnek, táncos fellépőkkel, és nagyon sok családoknak, gyermekeknek szóló műsorral.
a Tolnai Ippon Karate és Íjász Egyesület tart íjász bemutatót. Lesznek különböző ügyességi játékok, kötélhúzást szeretnénk, zsákban futást, sörivó és ropievő verseny, valamint 11 órától a Mözsi székhelyű szenior tánccsoport lép fel. Főzőversenyt is szeretnénk, az 9 órától indul, tehát aki főzni szeretne, 9 órára várjuk szeretettel. A főzőversenyt Mancinger László tolnai mesterszakács fogja díjazni és értékelni. Lehetőség lesz a ma népszerű TikTok táncok elsajátítására is. A maradéktalan hangulatról a Healthy Acoustic gondoskodik, Helfenbein Dávid közreműködésével, aki zenés, gitáros rockzenével ismert előadók dalait fogja megszólaltatni. Az esemény habpartival fog záródni. A szervezők bíznak benne, hogy az izgalmas programkínálat garantálja a felhőtlen szórakozást a jótékonyság jegyében. Regionális híreink következnek. 60 éve forgatták a Tenkes kapitányát Siklóson, kiállítással emlékeznek a kultuszteremtő alkotásra. Koncertek, gyerekprogramok, jó hangulat, Harkányi Fürdőfesztivál hétvégén. Jó szezon zárhatnak a Balatonnál, egyre több a külföldi vendég. A Tenkes kapitány a filmsorozatra emlékeznek a következő időszakban a Siklósi várban. Idén 60 éve, hogy a baranyai helyszínen forgatták a kultikus alkotást. Az emlékek bemutatása mellett arra is választ kaphatnak a látogatók, hogyan tehetik ismerté a film történetét a fiatalok körében. Eszmétes úr, jelentem, a Tenkes kapitányát elfogtuk! Minden, még ez az apró jelenet is a Tenkes kapitányáról szólt a Siklósi várban hétfő délután. 60 évvel ezelőtt forgatták a várban a népszerű tévésorozatot. Ebből az alkalomból nyílt kiállítás, amit egy nyitó ünnepséggel kötöttek egybe. Zenében is felidézték a filmsorozatot, a vár kiállító termeiben pedig a forgatást, a szereplőket jelmezek, fényképek alapján. A szalagátvágás után hivatalosan is megnyílt a tárlat. Az emlékek mellett egy fiatal alkotó képregényként álmodta újra a történetet. Készítettem először is egy posztert, ami nagyon tetszett itt a városvezetőinek, és ez indított el minket ezen az úton, hogy akkor ezzel a történettel valamit mindenképpen csináljunk még. És kapcsolódott hozzá, hogy ugye 60 éves pont idén a történet, ezért beleszűrtük akkor már a kiállításba az én terveimet is. Ez nem egy folytatás lenne, amit mi elképzeltünk, pontosabban én, ha szabad így megfogalmaznom, hanem egy ilyen kicsit újra gondolt változat, tehát egy tiszteletbe tartva nyilván az eredetit, de kicsit modernizálni, egy mai szemmel azért frissebbnek hasonló. Igazi kultusz teremtett ez a film, mondta a polgármester. Igen, a Tenkes kapitánya az alapvetően én azt gondolom, hogy összeforrott annyira Siklós nevével, meg a Siklósi vár nevével, hogy aki ide látogat hozzánk, azoknak a nagy többsége ismeri, tudja, látta ezt a sorozatot, vagy valamilyen úton, módon találkozott vele. És hát ugye a 10 éves évfordulók azért általában a város, illetve a vár szervezésében mindig megünneplésre kerülnek. Már egy évvel ezelőtt készültünk a 60. évfordulóra. Azon túl, hogy megmutatják, milyen eszközökkel, hogy készült a film, már gondoltak a jövőre is, mondta a városvezető. Szerettük volna, hogyha egy picit tovább gondoljuk a Tenkes kapitánya kultuszt, illetve a Tenkes kapitánya szereplőit, és ehhez találtunk egy olyan fiatal tehetséget, aki kvázi képregény figurákként újra gondolta az akkori szereplőket. Így állt össze igazándiból a koncepció, és hát a Siklósi vár dolgozói, várkapitány úr, a menedzsmentje, a város önkormányzata, azok a felajánlók, azok a vállalkozók, akik jöttek, segítettek nekünk, azok mind-mind azért dolgoztak, hogy egy fantasztikus kiállítást tudhassunk itt a Siklósi várban. A most még időszaki, a Tenkes kapitánya kiállításból egy állandó tárlatot alakítanak ki a közeljövőben. Az is felmerült, hogy az ifjúságot megcélozva a film egyes részeit újra forgatják Miklós Martin rajzai, elképzelései alapján.
Már az utolsó simításokat végzik a Harkányi fürdőben, ahol hétvégén fesztiválozni várják a látogatókat. Idén augusztus utolsó napjaira időzítették a rendezvényt. A koncertek és az idősebbeknek szóló elfoglaltságok mellett a gyerekeknek is készülnek a szervezők. Plakát a Harkányi Fürdő Fesztiválról. Ezen a hétvégén programokkal, koncertekkel várják az érdeklődőket. Az előző évhez képest más időpontban, mint azt korábban megszokhattuk. 200. jubileumi Harkányi szezonhoz tartozó fürdőfesztivál egy kicsit rendhagyó módon került megszervezésre. A kollégáimmal már a tavaly nyár végén, ősz elején elkezdtünk gondolkodni azon, hogy hogy is kellene ezt kivitelezni, de mint ismeretes, az energiaválság és minden egyéb világpolitikai szituáció megbonyolította az életünket. Nagyon-nagyon nehéz volt tervezni, úgyhogy egy megfelelő 200 éves Harkányi fürdőnek járó fesztivált tudjunk szervezni, ezért úgy esett a döntés, hogy összevonjuk az összes nyári-nyárvégi rendezvényt, tehát a fürdőfesztivált, augusztus 20-át születi fesztivált. Így esett a választás augusztus utolsó hétvégéjére. Igazi nagy bulit szerveztek idén is a Harkányi fürdőbe. Úgy tűnik, hogy az időjárás ki fog tartani, az égiek velünk vannak. Nagyon nagy készületekben vagyunk, tehát közel egy hónapja folyik a parkoknak a rendbetétele, a virágágyásoknak a szaporítása, gazdagítása. Most már a fürdőben az utolsó előkészületek folynak, dekorációk kerülnek a helyükre. Csütörtökön kerül sor a testvérvárosi delegációk fogadására, érkezésére, a városnapi kitüntetések átadására, tehát a helyi kitüntetéseket adjuk át, és péntektől indul a, mondjuk úgy, hogy a buli, tehát a hivatalos megnyitója a rendezvénynek is indulnak a koncertek, Korda György, Bagosi Brothers Company, Intim Tolnai Illegál, és sorolhatnám a fellépőket. Péter Fibori lesz talán az utolsó. A nyarat sokan még egy utolsó bulival zárják, így Harkányban is sok vendégre számítanak. Nagyon sok belföldi vendégre számítunk, elsősorban környékbeliekről, ezt jól látjuk a koncertjegyek elővásárlásaiból is, hogy honnan és hány jegyet vásárolnak. Úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy itt napi szinten, amikor ilyen meleg lesz, akkor ilyen több ezres vendégszám fog megfordulni a fürdőbe. Legalábbis ezt prognosztizáljuk az értékesített jegyek alapján. A szervezők gondoltak a gyerekekre is, így az iskola kezdés előtt nekik szintén programokkal készültek. Ezért igazi családi hétvégét kínál a Harkányi Fürdőfesztivál augusztus 25-e és 27-e között. Egyre több a külföldi vendég a Balatonnál, jellemzően még mindig a németajkúak vannak többségben, de sokan érkeznek Szlovákiából, Lengyelországból is. A belföldi turizmusra sem lehet panasz augusztusban, az ünnepi hétvégére szinte megtelt a magyar tenger vendégekkel. Az idei szezonban jelentősen megnőtt az egy napra vagy hétvégére érkező magyar vendégek száma a Balatonnál. Az év első hét hónapjában mindössze 1%-kal esett vissza a vendégforgalom a régióban, de az előző évekhez képest jóval több a külföldi az idén. Az augusztus ugyanakkor már nagyon erős jelenlétet mutatott a magyar turisták körében is. Külföldről többen érkeznek, mint korábban, Németországból például jóval többen, de vannak az Egyesült Királyságból, Ausztriából, a V4 országokból is sokan a Balaton partján, tehát azért a külföldi turisták kezdenek visszatérni. A belföldi turistákat illetően azért júniusban láthattuk, hogy volt egy kis visszaesés, esős volt az időszak, ráadásul utána a júliusi időszaknál pedig hát a fapados járatok tömegével hirdetnek olyan olcsó jegyre vásárlási lehetőséget, ami miatt sok magyar turista kihasználta azt, hogy a koronavírus járvány idején nem tudott külföldre utazni. Hát érthető módon ők azért eleve maradtak innen a Balaton környékéről, de összességében aztán most az augusztus 20-a környéki időszak beleerősített, úgyhogy szerintem jó lesz azért mindent egybevetve a balatoni időszak, a balatoni szezon. Azért is, mert hogy most már azért augusztus 20-án nem zár be minden szolgáltató, mint mondjuk az én időmben még 15-20 évvel ezelőtt, úgyhogy a különböző gasztrofesztiválok, borfesztiválok, rendezvények, események azok még ide fogják vonzani majd a vendégeket. Kis Róbert szerint mindent összevetve a szolgáltatók sem panaszkodhatnak majd a szezon végén. Akik mégsem találták meg a számításukat, emelte ki a szakújságíró, azoknak viszont azt is meg kell vizsgálni, hogy a külső körülményektől eltekintve ők maguk mit tehetnek a nagyobb forgalom elérésére. Lehet azért ide vendégeket hozni, az biztos, hogy árértékarányos szolgáltatást kell nyújtani. Tehát nem baj, hogyha valami mondjuk megdrágul, csak ne irreálisan dráguljon meg, nem baj, hogyha valami
mondjuk többe kerül az átlagnál, csak azért olyan színvonalú szolgáltatást kapjon a vendég, hogy azt mondja, hogy igen, elégedett vagyok, mert valami csodát kaptam. Tehát mindenképpen az a fontos, hogy erre kell vigyázni. Élményeket szeretne egy átlagos turista, belföldi és külföldi jó dolgokat, esős időben is látványosságokat, a kultúrkincset megismerni, a szokásokat, és hát sok-sok attrakciót. Azt hiszem, hogy azért ebből most már jó pár van a Balaton környékén. Bár a turisztikai főszezon lassan véget ér a Balatonnál, akik az őszi pihenést választják, sem kell csalódniuk, hiszen akkor is számos kikapcsolódási lehetőség várja az ide érkezőket. Érdekesség, hogy az idei évben például meg háromszorozódott a kerékpárturizmus a Balatonnál, ami annak is köszönhető, hogy számos túraútvonal és szolgáltatás gyarapítja az aktív pihenést kedvelők igényeit a tónál. Végül mutatjuk újra röviden legfontosabb Tolna vármegyei híreinket. Megelőzhetőek a kémény tizek, idén már 16 volt belőlük Tolnában. Építették a helyi közösséget, megtartott egyik legnagyobb rendezvényét a Szekszárd újvárosi római katolikus társaskör. Falunap Kakasdon minden korosztály talált magának való programot. Jótékonysági sárkányhajós nap Tolnán, gyerekeket segítenek a befolyó támogatásból. Csütörtökön néhány fokot ugyan visszaesett a maximum hőmérséklet, de összességében marad az évszakos átlagnál több fokkal melegebb időjárás, csapadék nem hullik. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!